Sziasztok! Ma Elvis-től szeretném nektek megtanítani a Don't Be Cruel című kiváló dalt. Négy akkordból áll. Eredeti hangnem a D-dur. Ha valaki nagyon nem szeretne D-durba játszani, játszhatja akár C-durban is, megfelelő transponálással, ami direkt nem árulok el. Csak azért, hogy a D-dur se hanyagoljátok. Tehát D-dur, G-dur kell hozzá még, A-dur, és E, azaz E-moll. Kétféleképpen is megmutatom. Mindjárt felteszem a fülhallgatót, és akkordozok az eredeti dalhoz. És aztán megmutatom, hogy fingerstyle-ban én hogyan dolgoztam fel. Ugye mindenki úgy dolgozza fel természetesen, ahogy szeretné, de szívesen megmutatom az én verziómat. Ha esetleg valakinek az szimpatikus, akkor örülök neki, hogyha azt megtanulja. Úgyhogy már is elindítom az eredeti dalt. Ez egy nagyon-nagyon jó kis Elvis dal, és közelül is mutatom, hogy a D-dur kell hozzá ismernünk, lehet három ujjal is fogni, egy ujjal is fogni, G-dur, E-moll, és A-dur, és igazából nincs más dolgunk, mint egyrészt ezerszer meghallgatni az eredeti dalt, hát úgy fogjuk tudni jól eljátszani, jól visszaadni az egésznek a hangulatát, hogyha fülünkben van maga a nóta, és hát ha tudjuk kívülről a dalszöveget, az se árt, ugye azzal én mindig hadilában állok. És egy ilyen egyszerű ritmizálással, tehát amin lehet itt-ott picit módosítani néha az akkordozás során, a dal eljátszása során, de nagyjából ezzel végig lehet kísérni. No, I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Oh, don't be cruel to what is true. Maybe if I made you mad, something I might have said. Please let's forget the past. Future looks bright ahead. I don't be cruel to what is true. Ugye
úgyhogy kezdőknek ezt a verziót javasolom, egy jó kis akkordozás, jó kis ritmizálás. És ha valaki egy picit többet szeretne fingerstyle-ba játszani, vagy egy egész kicsit feldobni például az elejét, mutatom, hogy a lefogjuk így. A lefogott akkord hangjai, tehát nem kell olyan sok extrát belevinni, azok nagyjából ki is adják a dallamot. Tehát do mi szó, de durva, de tis, a, de C húr, E húr, és G húr. És ezt a do mi szó, la szó, ez a ti 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 ti, ezt a lát, ezt hogy tudjuk behozni? Úgyhogy mint, hogy úgy csinálunk, mint hogyha a H-moll fogást játszanánk, azaz. Itt tesszük a negyedik bundra, de egy úgynevezett hammer-on, azaz a csengőbongó húrra rávágjuk a gyűrűsúlyunkat, és akkor megszólal ez a hang. És ha kicsit erősebben húzzuk le, megpengetjük, hát nem is megpengetjük, de próbáljuk egy kicsit megmozdítani a húrt akkor, mint hogyha ezt a pengetést ezzel az ujjal átvennénk. Tehát az akkordot lefogó, vagy a húrt lefogó kézzel le tudjuk játszani a dallamot, és akkor megkapjuk azt, hogy... Ezt a... Szlalászó. Ezt csak a gyűrűs ujjammal játszom. Csak ezt tempóval kell játszani, meg rendülettel, most így lassan eljátszva. Nem jó, mert mire lassan mutatom, akkor mire odaér a gyűrűs ujjam a húrra, ide, addigra abba hagyja a húr az engést. Tehát mutatom tempóba ezt, mindenki tudja próbálgatni, akár üres húrra megpengett, és akkor így csinál, hogy... Annyi a nehezítés, hogy D-dúrt hozzá kell fognunk. Hát most először nekem se sikerült. Ugye ez, ami az elején is végig, hát tulajdonképpen végig hallatszik ez a kis motívum a kíséretben, de ugye a bevezetőben, meg az átvezetőkben talán jobban felfigyelünk rá. Na, hogyha tehát fingerstyle-ba játsszuk, akkor ezt mindenképpen érdemes. Thank you.
D-durból átmegyünk, tehát a kis D-durból, mondom, a kis D-dur, ebből a D-durból, egy teljes bárréval, a nagy D-durba, tehát a dallam végig az első húron megy. Ha megfelelő ritmusban pengetünk, akkor sikával is hozható a dallam. Tehát G-durnál nem is kell semmit csinálni, csak megfelelő ritmusban akkordozni, és megvan a dallam, mert ez a you can come around, ezen a H hangon van. És nagyjából meg vagyunk a verszak nagy részével, tehát ezt a három húros D-dur, a teljes bárré és az L alakú fogással a D-dur. Itt mutatom, D-dur, és don't be, és átfogunk E-morra, de nem játszom az első húrt, én legalábbis, mert ez nagyon kilógna a dallamból, csak a két középső húrt. Tehát igazából a dallam hang az a C-húr. Egy önmagában egy kicsit saványan szól, mert én bejátszom hozzá a második húrt is. Egy kis akkordozás. Lehet A-dur játszani, A-dur 7-est, itt belefér a 7-es, mert rock and roll-ról van szó. Itt kell ezt a kis dallamot megint, tehát A-dur 7-es. Itt a gyűrűsúlyunkkal kell nagyon-nagyon gyorsan ugrani egyet. Igazából ez a legnehezebb ebben a fingerstyle feldolgozásban. Azt is megcsináljuk, hogy eleve oda tesszük a középsúlyunkat is. De én mondjuk ezzel a ugrándozással szoktam megoldani. De lehet középsővel is, teljesen mindenkinek, hogy kényelmes. Visszaérünk D-re. Még egyszer lassan a verszak. És átvezető G-dur. Egy A-dur, de egy olyan A-dur, amihez ezt a cisz hangot lefogjuk. Első húr, negyedik bund. Tehát azt mondja, hogy G. Ugye, hogyha csak A-durt fognánk, akkor nem szól jól, mert nincs benne a dallam hangért, benne van egy oktávval mélyebb benne, hát ezt nem lehet kihallani az akkordból, tehát ide készítjük szépen a kisújunkat, hogy az A-dúros ugrásnál meg legyen. Az A-dúrra ugrásnál meg legyen ez a dallamhang. Kétszer a C-húr. Egy nagyon jó gyakorlást kívánok hozzá, akár akkordozással, akár fingerstyle-ba tanuljátok meg, biztos, hogy élvezni fogjátok ezt a dalt ukulelén.